A koronavírus brit mutációjának terjedése miatt újabb korlátozó intézkedéseket vezetett be több nyugat-európai ország. Franciaország vasárnaptól 3 napnál nem régebbi negatív PCR-teszthez köti a belépést az ország területére. A tagállami vezetők csütörtöki videókonferenciája után Charles Michel, a tanácselnöke azt mondta, bár el akarják kerülni, szükséges lehet a nem létfontosságú utazások korlátozása a tagállamok között. Portugália felfüggesztett minden, az Egyesült Királyságból induló vagy oda érkező repülőjáratot, míg a britek teljes határzárat fontolgatnak. Németországban a koronavírussal összefüggő halálesetek összesített száma elérte az 50 000-et. Bár a vírus terjedésének üteme az utóbbi napokban lassult, 24 óra leforgása alatt így is 859 halottja volt a járványnak Németországban. A számok a jó irányba mozdultak, de még mindig nagyon magasak, mondta a német egészségügyi miniszter. Intenzív közös erőfeszítéssel le kell szorítanunk az új fertőzöttek számát arra a szintre, ahol a járvány terjedése kontroll alatt tartható. A kéthetes mozgóátlagok alapján lakosság arányosan jelenleg a 10 milliós Portugáliában a legmagasabb az igazolt új fertőzöttek és a koronavírus miatti halálozások száma. Ezért egy hete szigorú korlátozásokat vezettek be, csütörtökön pedig az összes oktatási intézményt is bezárták.